Aki csak tehette, napernyőt tartott maga fölé, sapkát, napszemüveget vett föl, de olyan néző is akadt, aki egy vödör vízben áztatta a lábát. A lelátóhoz legközelebb a hölgyek ültek. Kissé fújdogál a szél jobban, mint tegnap, kicsit balra van a sodrás, nyerőt taktik a hát, nem van fenéken, egy olyan az úszó szárának a végénél egy olyan 15 centire. Sok éves tapasztalat, hogy a versenypálya másik, Bajai út felüli végén van a legtöbb hal. Ide most a legfiatalabbak kerültek. Rengeteg ponty kárász van itt nálam. Csak pontyot is kárász fogtál, vagy más fogtál? Csak pontyot meg kárász fogtam eddig. Mennyire fárad el az ember, hogyha a második szárkot tölti? Hát nem annyira, így közepesen, mert nem olyan nagy halak, és ezt könnyen ki lehet szedni. Még be se tudtuk fejezni a beszélgetést, Áronnak már is kapása volt. A jó kilós pontyot most könnyen ki tudta venni. A mérlegelésnél kiderült, hogy megnyerte szektorát, korosztályát is, sőt, két nap alatt az összes kategóriát nézve ő fogta a legtöbb halat, csak nem 52 kilót. A somogyi csapat tagjaként második lett. Edzésnapokon rájöttünk egy fontos taktikára. Darált kukoricát, bonduál kukoricát ledaráltuk ilyen pépesre, és a víz közt úszó halakat lecsalta a fenékre, és ezért volt ilyen sok halam, meg tegnap is. A tagszövetségi országos bajnokság a MOHOSZ legrégebbi versenysorozata. 8 fős csapatok küzdenek a vándorsellegért, idén összesen több mint 140 horgász ült le a partra. Ez a bajnokság ugye 1964-ben indult, idén már a 64. alkalommal rendezzük meg, ez a MOHOSZ-nak a legrégibb országos bajnoksága. Még a legelsőt a Szaráckai Dunán rendezték, csónakból történt a horgászat, annak a bajnoka lett az egyéni bajnok is, illetve nagyon sokáig az egyéni bajnok is innen került ki. Ez jó néhány éve megváltozott, és ugye különböző formában ment ez tovább, legutóbb már országos horgász csapatbajnokság, majd pedig lett tagszövetségi csapatbajnokság ebből a versenyből. Ugye 18 tagszövetségnek a csapata indult el, 20 volt a legtöbb, ami elindult, tehát általában 20 tagszövetség állít ki versenycsapatot. A verseny szervezője szerint a finom szerelékes horgászatnak megvannak a hagyományos fellegvárai, de az utóbbi években több megye is följött, eléggé kiegyenlített lett a mezőny. Többen a snecikre próbáltak, a szélhajtóküszre próbáltak átállni, mert nem sikerült úgy a pontyokat oda csalni az etetéshez. Ezen kívül ezüstkárász, balin, több szürke harcsa is van a szákokban, de természetesen a pontyoké a főszerep. Horogra akadt néhány nagyobb ponty is. Ez a pikkelyes 6 kilónál is nehezebb volt. Aki kifogta, annak előtte azonban érdekes kalandja volt egy még nagyobb hallal. Akasztottam egy harcsát, elszakadt minden, de egy méterig főfele nyálkás volt a zsinór. És onnantól kezdve aránylag úgy beállt a hal. Második szomszédja pár perccel később még egy ennél is nagyobbat fogott. Hát egy negyed óra, 20 perc volt biztos, mire kifárasztottam. Volt idő, amikor aggódtál, vagy esetleg elmegy? Hát többször is volt. Felmerült bennem, hogy kijönne. Nyilván sok helyet jelentett a verseny belőle. Gondoltad, hogy ekkora lesz? Hát nem. Hát amikor megláttam, akkor azt láttam, hogy ilyen 5 fölötti lesz, de nem tudom pontosan a súlyát. Itt nem díjazták a legnagyobb halat, de kíváncsiságból lemérték. Ez a pikkelyes 7 kg 55 deka lett. A címvédő ráckevei csapat az első napot megnyerte, ám vasárnap rosszabbul ment nekik, végül a harmadik helyre szorultak. A halak pedig elég rossz kapókedvükben voltak, úgyhogy szenvedtünk valójában a halfogással. Nem tudom, hogy a többi szektorban hogy volt, de itt gyakorlatilag úgy kellett minden halnak beleimádkozni a szájába a horgot. Nagyon-nagyon nehéz horgászat volt. Hányat fogtál, mennyire vagy elégedett az eredményedben? Hát nem vagyok elégedett, én ilyen 10 kiló körülre teszem magam, ez nagyjából ilyen 10 halból jött össze, kicsik is voltak, nagyon sok lepattanó halam volt, szerintem legalább annyi halat elvesztettem, mint amennyit megfogtam. A tagszövetségi horgász csapatbajnokságot idén végül a Sporthorgász Egyesületek Győr-Sopron megyei szövetségének csapata nyerte, 90,5 helyezési számmal, összességében több mint 218 kilós fogással. A somogy megyeiek lettek a másodikok, 101,5 helyezési számmal, Ráckevének ezúttal a bronzérem jutott.